A szocializáció az egy nagyon fontos része a növekedésnek, a kutyának az életszakaszának, az első életszakaszának egy nagyon fontos része. Tehát fontos részben az emberrel való szocializáció, részben pedig a társaival, a más állatokkal, akár macskákkal a szocializáció. Hogyan kell ezt optimálisan segíteni? Hiszen nem mi határozzuk meg ennek a menetét, de segíteni nagyon jól tudjuk. Persze akadályozni is nagyon jól tudjuk, ha akarjuk, de nyilván nem akarjuk. Tehát avval tudjuk a legjobban segíteni, hogyha fokozatosan egyre több és több mindennel ismertetjük meg a kiskutyát. Tehát először csak a szomszéd kutyájával engedjük, hogy összeszagolgassanak és összepuszilkodjanak. Aztán majd esetleg a másik szomszédnak a másik kutyája és esetleg egy macska. Tehát így szép fokozatosan egyre tágul a kör, és akkor, amikor már néhány kutyával láthatóan jól megvan, akkor vihetjük mondjuk egy kutyasétáltatóra, ahol hirtelen, meglepetésszerűen akár 8-10-20 teljesen ismeretlen kutyával kell hát valahogy szót értenie. Ez egy folyamat, nem túl lassú folyamat, viszonylag gyorsan szokott menni. Néhány hét, egy-két hónap alatt tökéletesen érti a kutya, hogy nem csak ő van egyedül a világon, hiszen a szocializáció erről szól. Amikor ő megszületik, akkor ő azt gondolja, hogy egyedül van, és akkor kiderül szép lassan számára, hogy ez nem így van, és ezt a folyamatot kell nekünk segíteni.